Kedves vendégeim! Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket, és benneteket, kedves gyerekek, akik ide jártatok az óvodánkba. Nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen sok emberhez elértek hívószavaink, és sokan elfogadták meghívásunkat intézményünk alapításának 110. évfordulójának megünneplésére. Akik most itt összegyűltünk, mindannyian kötődünk valamilyen formában ehhez az épülethez. Vannak, akik itt töltötték óvodás éveiket, vannak, akik mint szülők voltak részesei az óvodai életnek, és vannak, akik itt dolgoztak, tették mindennapi életük fontos részévé a gyermekek nevelését, fejlesztését. Gondolataimmal szeretnék Önökben is szép emlékeket ébreszteni, és hozzásegíteni óvodánk múltjának, történetének megismeréséhez. Nem is olyan rég, 10 évvel ezelőtt ért el óvodánk a kerek 100 évet. Akkor vetődött fel először, hogy igazán jó lenne megünnepelni ezt a tekintélyes évfordulót, de először utána járni, miként is épült ez az épület, és vannak-e róla írásos emlékek. Kolléganőmmel ketten belevetettük magunkat az irattár poros, régi, de annál izgalmasabb sárga lapjaiba, ahol bizony nagyon lassan haladtunk. Érdekes és izgalmas volt ez a feladat, és hálásak voltunk az akkori vezetőnknek, hogy ránk bízta ezt a kutató munkát. Feltehetőleg 1906-ban épülhetett óvodán két csoportja, ami már akkor is a helyi szülői elvárásnak igyekezett eleget tenni, annak megfelelni. Erre utal az épülethez tartozó gazdasági udvar létrehozásának engedélyeztetése. Kutatásaink alatt sajnos nem találtunk adatokat az akkor közreműködő személyekről, óvodapedagógusokról. Visszaemlékezésekből, ma élő idősebbektől és elődeink elbeszéléseiből állt össze a mai emberek számára óvodánknak a története. Hívószavunkra többen is visszamentek az időbe, nosztalgiáztak, előkerültek a féltve őrzött régi, sárguló fényképek. A mostani nevelőtestületünk közül 3-an is mélyebbre nyúltak az emlékezésben, hiszen mi is itt voltunk óvodások. Andi néni, Ildikó néni és én az ünnepség készülésével sok emléket hoztunk a felszínre. Mindenkinek vannak olyan régi élményei, melyek bizony visszaköszönnek a mai gyermekeknél is. Emlékszem az apró székekre, az alvás idején szorgoskodó óvónénikre, akik azt hitték, milyen nagy meglepetést szereznek a gyerekeknek a Mikulás ajándékokkal. Persze, én titkosan kifigyeltem, és gyermeki őszinteséggel lelepleztem a készülődést, amit akkor nem is értettem, miért vettek rossz névem. A nagy hársfalat buborékokat fújtunk, ami már akkor is jó leső árnyékot nyújtott a nagy melegben. Később a testvérem is ide járt, akiért, mint felelősségteljes nővér jöttem, hogy hazavigyem. Szerettem ide járni, mert mindig olyan jó ceruza illat volt, és valami érdekességet készítettek mindig a gyerekek. Ancsa néni kezemunkája sokáig dísze volt gyermekszobánknak, és példaként csodáltam ügyességét. Már akkor Céveres Jánosné Márta néni volt óvodánk vezetője, aki az óvoda személyi, tárgyi adottságait figyelembe véve felismerte a mai napig is követendő utat, az egészséges életmódra nevelést, a mozgás és a sportos életvitel kialakítását. Továbbiakban felkérném Bartyik Jánosné Ancsa nénit, aki elmondaná nekünk a gondolatait, hogy az általa vezetett óvodának a személyi tárgyi feltételei hogyan alakultak az ő idejében. 1979. február 1-én csöppentem be, és 2014. szeptemberén íródtam ki a történelemkönyvből. Tehát kicsit több mint 35 évet dolgoztam az óvodai. Gyerekek, ez így megy. Ancsa néni hüppög, sírdogál. Töltöttem az óvoda árnyat adó fája alatt és a hűs levegőt biztosító termekben.
Az óvodánk arculatának kialakításában is már tevékenyen bekapcsolódhattam. Vezetőnk Céveres Jánosné Mártitól sok feladatot kaptam, melyeket nagy lelkesedéssel, izgalommal, utánajárással igyekeztem megvalósítani, segíteni. Bemutató foglalkozások tartásával, testnevelés foglalkozások előkészítő gyakorlatainak összeállításával, az OSM napok szervezésében, lebonyolításában, majd ezek megszűnése után a sportnapok megszervezésében is részt vehettem. A madzagfalvi napok, mikor létrejött, már hagyományát tettük az óvi sport délelőtöt, és utána a sportcsarnok felépültével megszerveztük a téli játékos sporttalálkozókat is a város, és már itt a kistérség óvodásai számára is. Megmozgattunk sok-sok gyereket, és igyekeztünk a családtagjaikat is. Reméljük, hogy ezek az alkalmak segítettek ahhoz, hogy sportos és egészséges felnőttekké váljanak. Most már elgondolkodtam rajta, ennek a hatásán talán le is mérhetnénk, ha volna mikor, volna kinél. Teltek múltak az évek. 2002-ben átvehettem az óvodánk vezetését Mártitól. A tény nem sok változást hozott az óvodánk történetében, hagyományomban, működésében. Próbáltunk, igyekeztem Mártival kiépített utat járni, azt szélesíteni, több sávosítani, karban tartani. Óvodánk eszközeit pályázatokon nyert támogatóinktól kapott anyagi lehetőségekből igyekeztünk bővíteni. Mindig igyekeztünk speciálisan a mozgáskészségek fejlesztésére eszközöket beszerezni, így a motorikus képességeket, egyensúlyérzéket, fejlesztőket, de figyeltünk arra is, hogy anyanyelvünk is fejlődjön, és a gyerekek verbális, nonverbális kifejező képessége is fejlődjön, és ezekhez is játékokat, eszközöket beszereztünk ezeken a pénzeken. Ezt a lehetőséget igyekeztünk bővíteni, és a szükség is úgy hozta, hogy létrehoztuk az Újvárosi Tagovoda Mosolygó Gyermekeért Alapítványt. A Láza családnak köszönhetjük ezt a támogatást, és így bővítettük tovább lehetőségeinket, mivel ekkor már a pályázatok többsége, az önkormányzat által biztosított támogatások, a körzetünk képviselője által adott támogatás, és a jövedelemadókból származó 1%-ok is így váltak számunkra elérhetővé. Így vettünk laptopot, DVD felvevőt, fényképezőgépet, sok-sok mindent, amivel színesíthettük a gyerekek életét, a sportdélelőttöket, az egészségnapokat, a családi délutánokat, óvodánk születésnapjainak megünneplésének programját. Alapítványunk tőkéjét, erőinket összeszedve, kétségeinket legyőzve, bál szervezésével is sikerült emelnünk. Azonban úgy éreztük és úgy is tapasztaltuk, hogy az óvoda közösségét, a családok és az óvoda kapcsolatát jobban erősítette a sok farsangi mulatság megszervezése és az évzáró vidám hangulata. Új eszközeinket és azok alkalmazását igyekeztünk a módszertani munkaközösség tagjain keresztül eljuttatni az a többi óvodába is. Minden sportnapra úgy szerveztük, hogy a támogatóinkat, mondjam úgy megpumpolva, minden óvoda kapjon egy-egy olyan játékot, amit beépítve az a versenyszámok eszközei közé hazavihettek ajándékkal, és avval is bővítettük, színesítettük az ő játékkészletüket. Szívesen szerveztünk mindig óvodásaink számára érvényszerző sétákat, kirándulásokat, de 10-12 éven keresztül a Körös Volán segítőkész munkatársainak támogatásával nagy és középső csoportosainkat állatkerti sétára is elvihettük, egyik évben Szegedre, másik évben Debrecenbe. Kirándulásainkról hazatérve mindig boldogan, megnyugodva, felszabadultan léptem le itthon a buszról, egészségesen, élményekkel gazdagodva hazahoztuk csemetéinket. Minden évben megszerveztük a Bukfenc Akadémia foglalkozásait. Nagy csoportosaink átjárhattak a tornaklub, tornatermébe, ahol felkészült pedagógusok, edzők foglalkoztak velük. A szakemberek itt felfedezhették apró kis tehetségeiket is, és innen indult el tehetségek között Balog Anita,
Domokosz Réka, Domokosz Orszi, és legutóbb Szipaki Ildikónak a tehetségét is ott találták meg. Ő nem az egyesületbe, más sportágba találta meg a lehetőséget. Nagy jelentőségünk volt a városunk életében és az itt élő gyerek életében, gyerekek életében az úszoda megnyitása. Megszervezték a nagycsoportosaink a város minden óvodása számára a vízhez szoktató foglalkozásokat. Kolléganőink számára szakember segítségével és bevonásával összeállítottunk egy olyan tematikát, amivel jól alkalmazva, könnyen, gyorsan visszaszoktathatták a gyerekeiket. Így lehetővé vált a gyerekeik számára az új közög zökkenőmentes megismerése, kipróbálása, felkészülve az új szás technikájának elsajátítására. Kendrell Ákos már versenyszerűen úszik, és követi őt Bence és Máté a kistestvéreik. Nyílt napokon, bemutató foglalkozáson, minősítő látogatások alkalmával, farsangi, évzáró, mikulásváró, karácsonyi készülődős műsorokat izgultunk végig együtt a lányokkal. De ami legjobban próbára tette képességeinket, kiemelve az én képességeimet, az a tornás, táncos, szereplős, bábozós alkalmak. Lehet, hogy a gyerekekben jobban bíztam, mint magamban? Sajnos ez így van. Az emlékeim felidézését végtelenné válhatott volna. Egyik esemény a másikat juttatja szembe. Csak remélem, merem, hogy ezek a számomra jelentéssel bíró események hasonló érzelmeket, szorongás, izgalom, öröm, sírás, nevetés, összekacsintás idéznek fel bennetek is, amint bennem. Köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm, hogy meghallgattatok. Boldog születésnapot kívánok, és nagyon örülök, hogy ismerős arcokat fedeztem föl. Biztos vannak, amik rangok és méltóságok elvárnának, de én legeslegjobban Panninak örültem. Első Dajka néni. Sok-sok vidámság, sok-sok nevetés, ezért sírok. Kötődik egymáshoz. Kívánok Pannikám nagyon jó egészséget, és mindötöknek jó egészséget, szép ünneplést, és gyönyörű őszi napokat. Köszönöm, hogy meghallgatott. Most pedig szeretném, ha műsorunkat egy régi óvodásunk, Balog Ákos versével kezdenénk, aki az országos versmondó versenyen második helyezést ért el. Hallgassák nagyon sok szeretettel. Kosszolányi Dezső, akarsz-e játszani? A játszótársam mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni? Gyerek szívvel fontosnak látszani? Nagy komolyan az asztalfőre ülni? Borból, vízből mértékkel tölteni? Gyöngyöt dobálni? Semminek örülni? Sóhajtva rossz ruhákat ölteni? Akarsz-e játszani mindent, mi élet? Havas telet és hosszú-hosszú őszt? Lehet-e némán téját inni vélet? Rubin téját és sárga páragőzt. Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni? Hallgatni hosszan, néha-néha félni, hogy a körúton járkál a november, ez utcaseprő, szegény, betegember, ki fütyörész az ablakunk alatt. Akarsz-e játszani kígyót, madarat, hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsonyt, álmot, mindenféle jót? Akarsz-e játszani boldog szeretőt, színlelni sírást, cifra temetőt? Akarsz-e élni? Élni mindörökkön. Játékban élni, mely valóra vált? Virágok közt feküdni len a földön,
S akarsz. Akarsz-e játszani halált? Beszéltünk az egészséges életmódról, a mozgásról. Amúgy mi óvodásaink napjait, mindennapjait is ez öleli át, ezért szeretném, ha most mindenki megnézné a Buci Maci csoport gyermekeit, hogy ők hogyan tornáznak, és hogyan szoktak mozogni itt a mi óvodánkban. Fogyjál az égét, emeld, csiklandozd meg a sok csillagot, színezzed ki, hogy csillogjanak. Emeld a kezed, emeld a kezed, nyújtozd, fogyjál az égét, emeld, csiklandozd meg a sok csillagot, színezzed ki, hogy csillogjanak. Hajolj előre, hajolj előre, döntsd meg a törzsed és nyújts ki a kezed, kasszálj jobbra, kasszálj balra, így készül a szína meg a szalma. Hajolj előre, döntsd meg a törzsed és nyújts ki a kezed, kasszálj jobbra, kasszálj balra, így készül a szína meg a szalma. Csiklandoztad jól meg a bádit, állj terpezbe és fogd meg a fokád, nézd meg milyen fordít a világ. Hajolj alábig, hajolj alábig, csiklandoztad jól meg a bádit, állj terpezbe és fogd meg a fokád, nézd meg milyen fordít a világ. Most jön aztán a helyben futás, szedjed a lábad egymás után, mutassuk meg a felnőtteknek a mókatorna, hogy mozgat meg. Most jön aztán a helyben futás, szedjed a lábad egymás után, mutassuk meg a felnőtteknek a mókatorna, hogy mozgat meg. Körzést jól csináljuk, körözd előre a jobb karoddal, körözd hátra a bal karoddal. Helyben járunk a malom, körzést jól csináljuk, körözd előre a jobb karoddal, körözd hátra a bal karoddal. Gyorsan a kezed, a nyakkörzéstől szédül a fejed, körözd jobbra, körözd balra, mindjét véget a mókatorna. Tedd csípőre gyorsan a kezed, a nyakkörzéstől szédül a fejed, körözd jobbra, körözd balra, így ér véget a mókatorna. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy több gyermeknél is sikerült olyan mélyen elültetni a mozgás csíráját, hogy életformájukká vált életük későbbi szakaszában is. A következő volt óvodásunkról már kisgyermekkorban kitűnt rugalmassága, hajlékonysága, amit szülei is felfedeztek, és ezt támogatva keresték számára a legmegfelelőbb lehetőségeket. Kitartásának, gyakorlásának köszönhetően olyan sikereket könyvelhet el, melyekről országos versenyeken hazahozott érmek és kupák bizonyítják tehetségét. A következő gyakorlat teljesen új, amivel novemberben indul egyéni versenyen. Fogadják nagyon sok szeretettel Sipaki Ildikó fitness bemutatóját. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, and I'm
I'm happy again. Just singing, singing in the rain. Man, he's rising. The run is getting low. According to all sources, the street's the place to go. It's raining now. Pedig szeretném polgármester urat felkérni, hogy ő is ossza meg személyes élményeit az újvárosi tagovodáról, hiszen ő is először szülőként állt kapcsolatban a dolgozókkal, és mint testnevelő tanár szívügyének tekintette a sportot, a mozgást, ami későbbi nevelő munkánkat is nagyban meghatározta. Hát nagyon sok szépet elmondott rólam, Anikó. Hát valóban itt kezdte a én két csemetém is az intézményes nevelést, kisebb-nagyobb sírások közepette, de aztán nagyon jó eredményekkel távozva és kellemes emlékekkel távozva, tényleg ezzel szállal kötődünk ehhez az óvodához is, elsősorban emiatt. Aztán a Bukfengt Akadémiát, ha jól emlékszem, ez az óvoda, az újvárosi óvoda volt, aki először fölkarolta, és azóta is töretlen lelkesedéssel hordják a gyerekeket. Az eredmény egy részét láttuk, hát más része nyilván az, hogy egészséges felnőttek, egészséges, jó mozgású gyerekek kerültek ki. Mindig a sportrendezvények, sportversenyek és a különböző események élvonalában állt az óvodák tekintetében. Ez az óvoda is fog állni, és erről híres és erről nevezetes, ezért is különösen közel áll a szívemhez. Természetesen, tehát másért is, hiszen visszagondolva 110 év, hogyha csak 20-assával vesszük, akkor ez 2200 gyerek, aki innen évente kikerült, körülbelül ennyit lehet számítani, akik most itt megtöltenék ezt az udvart, mennyi érdekes életpálya, mennyi érdekes sors, és itt kapták ebben a közegben, ebben a nevelő testületben az első impulzusokat az élet indulásához, hiszen a 3-6 éves életkor egy olyan fogékony időszak a gyermek életében, mindenki életében, ami egy egész életen át meghatározó lehet érzelmeinkre, akaratunkra, kitartásunkra. Ezt az itt ülő nevelők tudják, ezt tanítják is, a szülők meg érzik, meg mi magunk is érezzük. Hiszen én is emlékszem arra, hogy az Ótemető utcai oldalba jártam, szinte minden napra emlékszem, és meghatározóak ezek az emlékek. Nagyon fontos, hogy mit kap és hogyan távozik majd az iskolába a gyermek, és mit kap aztán a továbbiakban, hogyan épül föl a kis személyisége, aztán később válik felnőtté. Én úgy gondolom, meg ez a tapasztalat is, hogy az újvárosi óvoda ilyen szempontból maximálisan megállta a helyét mindig, és megállja a helyét most is, hiszen minden gyermeket a saját képességeinek megfelelően, lehetőségeinek megfelelően nevel, oktat, babusgat, pátyolgat, illetve most már
változva egy kicsit a didaktika, főkészít az iskolára. Erről igazán hitelesen a tanítónők tudnának beszélni, de tudom, hogy nagyon jó a kapcsolat, és az óvónők és a tanítónők között, az óvoda és az iskola között is ilyen tekintetben, hiszen egymástól nagyon sokat tanulnak. Néztem itt a kicsiket, akik tavaly vagy tavaly előtt ballagtak el innen, gondolom, mert így ránézésre körülbelül ekkorák lehetnek, hogy mennyire megfogta őket, amikor Anikó mesélt az óvoda történetéről, és az a óvodai retorika, mondhatom így, ahogy megfogalmazta a gondolatait, azért még mindig nagyobb hatással van gyerekekre lehet, mint az iskolás kicsit keményebb beszéd, bár a kettő között azért nincs olyan merev átmenet. Tehát ők még egy kicsit itt vannak az óvodában részben, megörülnek, hogy visszajöttek, megfogta őket ez a dolog, látszik, hogy jó emlékek vannak innen az óvodából, nem tudom, jó emlékeitek vannak innen az óvodából, gyerekek? Igen, na hát örülök neki, mert hát tényleg a különböző foglalkozások, játékok, kirándulások, amikről itt hallottunk, ezek mind-mind beépülnek a személyiségükbe. Most még talán nem tűnik olyan fontosnak, de később ez még fontosabb lesz. Én szeretnék gratulálni az óvodának, az óvoda mindenkori vezetésének, hogy ilyen szépen megtartották az óvodát, és szépen fölnevelték azt a generációt, akik rájuk voltak bízva. Ugye a pedagógus az az emberfajta, aki nem munkának, hanem hivatásnak tekinti azt, amit csinál. Ez alól nem is nagyon tud szabadulni sokszor. Éreztük Ancsarénin is, hogy ugye teljes szívét, lelkét odaadja abba, amit csinál, és hát most Ancsáról egy pár szót hadd mondjak, hogy ő mindent olyan lelkesedéssel, odaadással csinált, és beletette az egész lényét. Nyilván mindenkinél így van ez, de van, akinél ez jobban kijön, és ez a vehemencia, ez a lelkesedés, ez vitte tovább az óvodába a sport tagozatot is, ez érződött a hozzászólásodon, és nagyon őszinte és nagyon emberi volt. Szerintem mindenki átérezte ezt, meg átérzi azt is, akik most nincs lehetőségük, hogy megszólaljanak, de a gondolataikban talán ez benne van. Na ez a csodálatos ebbe a szakmában, hogy otthon érzi magát, magáénak érzi, jól érzi magát, még akkor is, hogyha vannak gondok természetesen, hiszen vannak mindig kisebb-nagyobb gondok, de hogyha sikerül ezeket otthon hagyni, és itt a mosolygós gyermekarcok között elfelejteni ezeket, akkor szépé válik az életünk, és egy életpálya vége fele, hogy így mondjam, úgy értem, hogy nyugdíjazás után van mire visszaemlékezni, tehát egyik őtök sem élt hiába, meg a se él hiába, aki most pedagógus, úgyhogy ezek nagyon jók, nagyon fontosak a családoknak, a gyerekeknek, a városnak, és tehát a város szerepéről, ugye az a pár száz gyermek, aki most óvodába jár, ő különösen fontos, mindig is fontos volt a város számára, hadd említsem meg az ingyenes úszásoktatást, hadd említsem meg a beiskolázási támogatást, ami azért egy jelentős összeg, és ezt tudni kell, hogy ezt nem adja minden város. Tehát ez ugye Békésvárosa úgy döntött, hogy óvodába 5000 forintot, iskolába 10000 forintot adunk, ez városi szinten 18 millió forint, jelentős összeg, amit én tudok, hogy nagyon jó helyre kerül, és talán egy picit segít a nehézségeken átlökdösni őket, és abban is, hogy a későbbiekben a személyiségük úgy bontakozzon ki, hogy hasznos emberek legyenek, és főleg, hogy boldogok legyenek, mert ez a legfontosabb, hogy boldog legyen a családi életében, a magánéletében. No, hát ehhez mind az indítást itt megkapták, nagyon sok mindent megtanultak, elindultak az életben, és ebből tudnak táplálkozni, átadva őket az iskolának. Én azt kívánom, hogy ez a munka továbbra is így folyjon, ilyen lelkesedéssel és ilyen eredményességgel, mint ahogy eddig folyt, és hogy ezt egy kicsit még tovább segítsük, hát egy jelképes ajándékot szeretnék átadni 20.000 forint értékben játék vásárlására. Adnék át Anikónak, az óvoda vezetőjének az önkormányzat ajándékát a 110. évfordulón. Használjátok egészséggel, és továbbra is ilyen töretlen jó munkát kívánunk nektek. Gratulálok az óvodához, gratulálok az egész rendezvényhez. Fogad szeretettel.
Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük polgármester úrnak a szavait. Most más formában, de szintén a mozgásra építve jön a következő kis vendégünk, D. Varga Nimród. Róla azt kell tudni, hogy a hip-hop képviselője, aki az utóbbi időkben több versenyen is kimagasló eredményeket ért el. Az egyéni koreográfiák improvizáltak, kreativitást és gazdag fantáziát igényelnek. Fogadják nagyon sok szeretettel. Come on with me, and I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. It's going down for real. It's going down for real. Your girl just kissed the girl. Dubai, shit. Shake for a shake. I'm throwing these Emirates in the sky. Spinning this awesome llama, make them piece the M-O-N-E-Y. I love my beaches, south beaches, surfboard and high tide. I could just roll up, cause I'm swole up. So that birthday cake get the Cobra. Bugatti for real, I'm Cobra. The autobiography Rover. Got the key to my city, it's over. No thoughts, only in the color covers. I said records, wretches, hold up. I said records, wretches, hold up. I know who you came here to see. If you're a freak, then you come on with me. And I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. It's going down for real. And they already know me. It's going. Most pedig egy kis néphagyományra épülő mozgás következik, a néptánc Farkas István és Farkas Tünde előadásában, akik kisiskolás koruk óta táncolnak a Belencéres Néptánc Együttes tagjaként, immár a felnőtt csapatban. Magyar palackai táncot láthatnak a testvérektől. Szilágyi Zsenet következik, harmadik A-osztályos tanulónk, aki mesével készült az ünnepségre. Kutya, macska, egér. Volt idő, gyermekek, mikor a kutya és a macska közt nagy volt a barátság. De ez csak ugyan régen volt, még a világ teremtésekor. Mikor az Úristen a világot teremtette, akkor a kutya ette a szilvát, a macska is a gombát. De később
A kutya erősen beleunta a szilvába. Szalad a macskához, s mondja. Komám, én erősen meguntam a szilvát, bizonyosan te is meguntad a gombát. Cseréljünk. Én nem bánom, mondta a macska. Mert szó, ami szó, én is meguntam a gombát. Jól van, cseréljünk. De azt előre megmondom, ezentúl úgy egyél a szilvát, hogyha rajta kaplak, megöllek. A kutya nem is evett azóta szilvát, nem eszik ma sem. Azonképpen a macska sem eszik gombát. Emiatt nem is vesztek volna össze soha, hanem egyszer a kutya eladta a házát. Arról írás kapott, és nem tudta, hová tegye. Szaladott ehhez az állathoz is, ahhoz az állathoz is. Kérte ezt is, kérte azt is, hogy tegyék el az írását, nehogy valamiképpen elveszhessem. De az összes állatok között sem akadt egy, amelyik az írást elfogadta volna. Akkor a kutya szalad a macskához. Macska komám, vedd át ezt az írást, s őrizd meg, míg nekem is lesz házam. Jó szívvel, mondta a macska, hogy ne őrizném. Megfogta az írást, s felszólta a mestergerendára. Telik, múlik az idő. A kutyának szüksége lett az írásra. Szalad a macskához. Ide az írás, macska koma, van már nekem is házam. Felszalad a macska a mestergerendára. Kiveszi onnét az írást, leszalad. Odaadja a kutyának. A kutya nézi kívül, belül, mindenfelől. S hát, uram teremtő, egy szó nem sok, annyit sem tudott elolvasni róla. Pedig végig járta az iskolákat. Volt még külső országban is. De hiába! Az egér összerágta a papírost. Megmérdelődik a kutya, jól pofonnyalja erről is, arról is a macskát, s megfenyegeti. Na megállj, macska! Nem vigyáztál az írásomra. Amíg élek, mindig üldözlek. Nem hagyok neked békét. De szalad a macska is az egérhez. Nyakon csípi, pofonnyalja erről is, arról is az egeret, s megfenyegeti. Na megállj, egér! Összerágtad az írást! S többet nem is lesz nyugodalmat tőlem. Ahol látlak, ott foglak el, és megeszlek. És meg is ette az egeret. Azóta üldözi a kutya a macskát, a macska meg az egeret. Megérkezett Márta néni, és szeretném, hogyha az ő aktív életéről egy pici visszatekintést elmesélne, elmondana mindenkinek, hiszen azt a részt, azt ő élte át, és ő tudja, hogy mennyi mindent kellett azért megtenni, hogy az óvoda ma is ilyen szép állapotba kerüljön. A fél életemet itt töltöttem ebbe az óvodába, mondhatom úgy, nagyon-nagyon hosszú idő volt. Én 1969. január 15-én léptem ide be, akkor Pepóni Mária néni és Papica fogadtak engem. Az óvoda kétcsoportos volt, kevés gyerek, 50, és meg volt a szolgálati lakás. Én még akkor fiatal voltam, és én ezt az óvodát elég öregnek, komornak éreztem, hisz akik, ha beszéltetek róla, és akik már öregebbek, azok tudják, hogy barna ajtók, barna ablakok, padok és olyan lócák a nagy terembe körbe, udvaron ez a gyönyörű fa, ez állt, a többi söpört udvar volt, és én a hintára emlékszem. Valahogy így nézett ki, talán még az anyukám emlékeiből is, mert ő is ide járt óvodába. Amikor én idejöttem, akkor tehát két csoport volt, és szolgálati lakás. A szolgálati lakásban a fejes és a kökéndi házas pár majd később Bánfiút kalaptak. A városban nem kell az ő nevüket említenünk, mindannyian ismerjük és emlékezünk rájuk, és én azt hiszem, hogy a kis lelküket és az ő tudásukat, meg egyáltalán a szellemiségüket azt itt hagyták, és nagyon jó szomszédok voltak, és nagyon jó volt velük együtt élni. A szolgálati lakás, amikor kiürült, akkor elkezdődhetett a tervezgetés és az álmodozás. Mert amikor én ide kerültem, nem ilyen óvodáról álmodtam az óvodába, vagy az óvonéképzőbe, ami itt fogadott, de amikor a lakás kiürült, akkor lehetett álmodozni, és lehetett megvalósítani.
Nagyon röviden mondom, és elnézést kérek, ha nem időrendileg, és nem említek mindenkit, de borzasztó hosszú munka volt, amire a szolgálati lakásból, a kinti elnézést WC-ből, ami ott volt az udvar hátulján, és lavor volt, amiben a gyerekek kezet mostak. Szóval olyan állapotok voltak, amilyenek a 60-as években itt voltak. És mire meglett a vízöblítéses vécé, a mostó, a három csoportszoba, az öltözők, majd az óvonői. Én még ilyen nagy fekete kormos kályhával ültünk a kályha mellett, és őriztük, hogy el ne menjen, mert nagyon hideg volt, központi fűtés lett. Nem tudom megköszönni az akkori munkatársaimnak és a szülőknek. Abban az időben még olyanok voltak, hogy kommunista szombat elnézés, de hát ez volt. A brigádok felajánlottak pénzt, és abból sikerült megvalósítani azt, amit hát nagyjából most itt tetszenek látni. Hisz nagyon-nagyon sok minden történt, és nagyon hosszú éveken keresztül. Ha csak nagy vonalakba említeném a kartásnaimet, és elnézést, ha valakit nem említek. Papica után következett meg Mária néni után Bélteki Lászlóné Évike. Aztán jöttek a fiatalok, jött Ancsa néni, azt hiszem 69-69-ben, Végné Berecki Ági, aki sem Mária néni, sem Ica, sem Ági már sajnos nem ünnepelhetnek közöttünk, ők már onnan nézik az óvodának a fejlődését. Tehát így a nevelőtestület kialakult, és nagyon-nagyon sokat segítettek. Én biztos meg fogom még köszönni egy párszor, de köszönöm az akkori szülőknek, az akkori nevelőtestületnek azt az együttműködő segítséget, amit nekem nyújtottak. Én világéletemben sportoló voltam. A Békési gimnáziumban, az óvonőképzőben futó voltam, atléta, nekem a sport nagyon sokat adott, és én úgy gondoltam, hogy itt az óvodában is ezek a icipici felnövő gyerekek, vagy a szülők, akik nem ismerték és nem szerették a sportot, ismerkedjenek meg a sporttal, az egészséges életmóddal, mert nagyon jó dolog, ha az ember mozgékony, friss, már most már nem, de akkor még az volt friss, üde és akármi, segített ebben, és még nem említettem, pedig itt van Andika, Andi is, mert dolgozott Andi Bagonyné, tudom a kis gitárját, nagyon-nagyon sok minden jön, Leszkó Gabi, a gyakorlósok, sok-sok-sok-sok kellemes emlék, ami úgy, én nem tudok olvasni és beszélni, én úgy gondolom, hogy egy kicsit, ha elragadnak az érzelmek, azt megbocsátják nekem, hisz 32 év, amit itt töltöttem, sok széppel van a szívembe. Hát volt benne nem szép is, de azokat elfelejtjük. Hát itt voltak a dolgozók, akik nekem nagyon-nagyon sokat segítettek. Icáról eszembe jutott, hogy a egészségnevelés és a testnevelés munkaközösség vezetője lettem akkor. Azért nagyon sokat tettünk, én úgy gondolom, a város igazi testnevelésért. Hogy azért azok olyan szakszerűen menjenek a dolgok. Bemutató foglalkozásokat tartottunk. A testnevelésbe partnerem volt Ancsa, akivel nagyon-nagyon sok mindent csináltunk, majd úgy nagyon-nagyon röviden elmondom, bár ő nem tudom, mit mondott belőle. Bemutató foglalkozásokat tartottunk, elkészítettük az előkészítő gyakorlatokat a főgyakorlathoz, mert azért voltak itt hiányosságok. Ahogy én kijöttem az óvonőképzővel, Kunosné Margit néni, amit mondott, meg Krisztián Laci bácsi, sokszor a fülembe csengett egy-egy testnevelésnél, és én most is azt vallom, hogy a gyerekeknek nem rossz az, ha megtanulják az óvodába azt, hogy van rendgyakorlat, föl kell állni, le kell ülni, sorakozni kell, és úgy, ahogy mondták, rend a lelke mindennek, az nem árt, attól még egészséges, felnőttek lesznek, és nem fog sérülni a lelkük, ha uram, bocsá, azt kell mondani nekik, hogy ide állj, oda állj, és úgy csináld. Ezt tartom a nevelés elsődlegességét talán. Ha megtanulnak viselkedni, azután már rakódhat rá nagyon sok tudás. Én ezt vallom. A testnevelés és egészségnevelést, tehát ezt így vittük tovább. Biztos Ancsa mesélt a gyümölcsnapokról, a nagyon sok kirándulásról, élményszerző sétákról. Azt hiszem, hogy még olyan pályázatokat írtunk, azt hiszem, hogy a szemetes napot, vagy én nem is tudom, mit találtunk, és arra kaptunk kukákat, meg szép virágtartókat. Még úszómedencénk is volt, mert akkor arra lehetett pályázni, pályáztunk, és megkaptuk. Igaz, hogy nem működött, de volt. Valameddig azért lehetett. Egy nyáron, vagy meddig volt, de volt, nekünk az is volt. Tehát azért mondom, hogy amit lehetett, és ahol lehetett pénzt szerezni, és dolgozni, azt én azt hiszem, hogy talán semmit nem hagytunk ki. Mivel sportoló voltam, és ez köszönhető a város csodálatos testnevelő tanárainak, nem mondom túsztanár úrtól kezdve,
tanárúrig, volt tanárúrig, tehát nagyon sok olyan tanár tanított bennünket, aki megszerettette velünk a sportot. Hagyomány volt akkor a Városi Sportnap. A Városi Sportnapon részt vettünk először az iskolákkal együtt, később megszerveztük Ancsával az ovi sportnapot. Hát volt biztos óvoni, akinek nem tetszett, hogy kijöttek a sportpályára, gyakoroltunk, de az élmény, a látvány a végére már csodálatos volt. A város összevodásainak a együttmozgása, tornája. Én emlékszem rá, még a nagymamák is futottak, azt mondtuk, hogy maratonfutás a stadiontól, vagy stadionfutás körbe. A Csambai úti szülők bemutatót tartottak, amire felkészítették őket, nem tudom a nevét, jut, igen, tehát ilyen is volt. Aztán volt olyan sportnapunk, ahol Izsó Gábor polgármester úr segítségével eljött a Békés Csabai tornaklub. Emlékszem rá, hogy azért milyen élmény volt látni a profi tornászokat ott a pályán, Luki bácsi, azt hiszem, ha jól mondom. Tehát ilyen rendezvényeink voltak, amik nekem megmaradtak, lehet, hogy sok mindenkinek megmaradt, és talán kedvet kapott a sporthoz. Ezekre az eseményekre mennyit írtunk, szponzoroknak kaptunk, hogy ez is egészséges életmóddal kapcsolódjon. Azt hiszem Túró Rudit Veresegyházáról valami vitaminokat. Szóval én úgy érzem, hogy nagyon jó közösség volt, és nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Aztán jöttek a fiatalok, majd az annyira fiatalok, hogy Nové, aki óvodás volt, Nové Ildikó, Jakucsanikó, majd jött Emőke, ő nem volt itt óvodás, de már ő is azokhoz tartozott, és ők egyszerre kaptak egy adag fiatalos lendületet, arról nem beszélök, hogy én még szürkekönyv, aztán a új nevelési program, aztán programot írtunk, ez mind benne volt, gondolom Ancsa el is mondta. A tornateremben, a Hepp Ferenc iskolával mindig nagyon jó kapcsolatunk volt, és átmehettünk ide Övös tornára. Ez heti egy alkalommal volt, én azt hiszem, hogy nagyon élvezték a gyerekek. Ott megismerkedhettek a tornateremmel, az eszközökkel, egy kicsit profi módon a tornának az alapjaival. Nem csak a mi óvodánkból, hanem a város környékéről is jöhettek gyerekek, és jöttek is, és én azt hiszem, hogy élvezték ezt. Az iskolával tényleg nagyon jó kapcsolatunk volt, és elsős nevelők jöttek hozzánk a gyerekekért, mi vittük őket megismertetni. Nem sorolok neveket, de nagyon kedves emlékek vannak a első osztályos alsótagozatos nevelőkről, akik jöttek hozzánk, és mi is mentünk hozzájuk. Az iskola segített nekünk abban, hogy ha rossz idő volt, akkor mehetünk az aulába évzárót tartani például. A szép és bensőséges ünnepek idéződnek fel bennem, a karácsony, a anyák napja, farsang, évzáró, ez mind nagyon-nagyon sok segítséggel, a szülők segítségével, és természetesen a nevelőtestület segítségével. Tehát aztán sportoló lévén mondván eljött a 2002, és én a stafétabotot átadtam Mancsának, aki már elmondta, hogy mit tett ezért az óvodáért. Ha, és úgy érzem, ahogy körülnézek, vagy körülnéztem, hogy amit akkor elkezdtünk, én 69-ben, ő folytatta tovább, az a sport, az a szemlélet, amit én megpróbáltam akkor az óvonőképzőből, Krisztián Laci Belcsitől, túsztanár úrtól hozni, az itt megmaradt, és én azt hiszem, hogy tovább fejlődött, és a lányok folytatják tovább. Én köszönöm a velem együtt dolgozó nevelőknek, minden dolgozónak, aki akkor engem segített, mellém állt, köszönöm a szülőknek is a szeretetét, a bizalmát, és én úgy emlékszem vissza, hogy nekem nagyon jó volt itt, élveztem. Kívánom a most dolgozóknak is, hogy legyen ilyen élményük. Jó egészséget kívánok nekik, nagyon-nagyon sok kitartást, türelmet, a gyerekek szeretetét, a felnőttek és egymás tiszteletét. Köszönöm, hogy meghallgattak, és egy kicsit később. Végül pedig volt óvodásainkból rögtönzött fúvós együttes állt össze erre az alkalomra, akik színvonalasan zárják műsorunkat. Durkó Bertalan, Durkó Balázs, Kisajándék, Őrik Ágnes, Kerepecki Szabolcs előadásában gyönyörködhetünk a hangszerek szakszerű megszólaltatásában, annak összhangjukban. És kaptunk egy segítséget is, Medvegy Nóra, aki csatlakozott ehhez a kis csapathoz, és így állt össze a mostani kis együttes. Hallgassák szeretettel! Thank you.
Szeretném mondani, hogy mi nagyon igyekszünk, iparkodunk felnőni az elődeinknek nek a munkájához, ahhoz a színvonalhoz, ahhoz a lelkesedéshez, ahhoz az átéléshez, amit ők tettek, és nagyon iparkodunk. Igaz, teljesen más feladataink vannak, mint nekik voltak, mert akkor hál' Istennek volt gyerek. Most is van gyerek, csak nem olyan sok sajnos, és teljesen megváltoztak a gyerekek, a feladatok, a célok. De nagyon iparkodunk, és igyekszünk felnőni hozzájuk, és köszönjük szépen, hogy ilyen jók voltak, megtanítottak minket, és reméljük, hogy helytállunk. Nem is szeretném tovább húzni az időt, hanem eleget teszek kedves kötelességemnek, és meggyújtom a gyertyát. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Ehhez csak annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy igen, előtte Piroska néninek volt ez a feladata, ez a nemes gesztus, mikor mindig felkértük arra, hogy gyújtsa meg a gyertyát és szelje föl a tortát, és most ő nézi és adta át a stafétabotot Icunak. Icike, picike, a Csabai utca, valami a szívemet mégis oda húzza. Jövet is, menet is, arra járok én is, pedig ahol lakozom, távol esik mégis. Jövet is, menet is, arra járok én is, pedig ahol lakozom, távol esik mégis. A Csabai úton van egy szép óvoda, gyerekek serege jár minden nap oda. Újvárosi óvodás szeret énekelni, futni és játszani, sok újat tanulni. Újvárosi óvodás szeret énekelni, futni és játszani, sok újat tanulni.